Heteken belül elkezdődhet a Molnár utcában a Malomtéri óvodával szemben a parkolók kialakítása. Az örömteli hírről a körzet képviselője számolt be. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban mutatjuk a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség arra az apára, akinek 4 éves lányát megerőszakolták Cegléden. Lepénykátyúzás, járhatóbbá tették az öreg szőlői városrészben a dűlőutakat. És szellemi párbaj, sok versenyt rendeztek a Várkonyi iskolában. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtöki híradójában. Hamarosan megoldódhat a Molnár utcában a Malomtéri óvodával szemben a parkolás ügye. Az autók csak a füvön, félig az úttestre kilógva tudnak megállni, mikor gyermeküket viszik az óvodába. A baleset veszélyes, áldatlan állapotnak vett véget az önkormányzat azzal, hogy parkolókat alakítanak ki. A munkák heteken belül elkezdődnek, számolt be Lóra híradónknak a körzet képviselője Imregi Tibor. Ott jártunkkor csak 2 autó parkolt a Molnár utcában a Malomtérnél, de reggel és délután sokkal többen vannak, amikor a gyerekeket hozzák, viszik az óvodába. A járművekkel fel kell, hogy álljanak az árok mellé a fűre, de ezt csak úgy tudják megtenni, hogy félig kilógnak az úttestre, ami miatt a közlekedés nem tud zavartalanul menni, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek ki- és beszállása sem biztonságos. A körzet önkormányzati képviselője régóta szorgalmazza, hogy az áldatlan állapot megszüntetéséért hozzanak létre itt parkolókat. Imregi Tibor örömmel számolt be róla, hogy most már csak hetek kérdése is megkezdődik a munka. Azt várjuk, hogy az önkormányzatnál rákerüljön egy aláírás, egy pecsét, és hogy megrendeljük a vállalkozótól, hogy minél előbb meg tudjuk szüntetni itt ezeket a kaotikus állapotokat, aminek majd az lesz, ahogy itt a képen is látható, van itt egy vízelvezető árok mellettünk, ez a vízelvezető árok befedésre kerül, és a tetején lesznek kialakítva a parkolók, ez lényegében nagyon jól meg fogja könnyíteni reggel a gyerekeknek a óvodába történő fuvarozását. Imregi Tibor elmondta, nagyon sok szülő, család mindennapjait tudják majd kényelmesebbé, biztonságosabbá tenni. A képviselő arról is beszélt, mikorra lesznek kész a parkolók. A költségvetésben természetesen benne van, a prioritási sorrendben az elején áll, úgyhogy szeptemberre ennek mindenféleképpen el kell készülnie. A közelben található a tankerületi központ épülete, ahová sok szülő hordja a különböző fejlesztő foglalkozásokra gyermekét. A képviselő elmondta, rájuk is gondolnak a fejlesztés során. Az idei évben el fog készülni még bent a tankerület területén is egy 3-4 darab parkoló, kimondottan az ő részükre, itt a sorompon túl, és a sorompó nyitása is, meg átjárhatósága is megoldott lesz. Imregi Tibor az óvodával szemben lévő parkolókkal kapcsolatban elmondta, ha szükséges lesz, még több várakozóhely kialakítása is szóba jöhet, hiszen a Molnár utcában van lehetőség további árkokat is befedni, ezzel pedig újabb parkolókat kialakítani. Súlyosabb büntetést kért az ügyészség arra az apára, akinek 4 éves lányát megerőszakolták Cegléden. Az eset még 2018-ban történt. Az erőszakra úgy derült fény, hogy a kislány lábára ráesett egy 500 kilós mérleg, de kórházba csak napokkal később vitték be a szülők. Ott állapították meg az orvosok, hogy a kislány szexuális erőszak áldozata lett. Többször beszámoltunk róla, miszerint egy óvodás kislányt ért baleset még 2018-ban Cegléden. Egy fél tonnás mérleg esett a lábára, ám a kórházba csak napokkal később vitték be a szülei. A szakértő megállapította, hogy a kislány combcsontja eltört. Ezután egy budapesti kórházba szállították. Ott derült ki, hogy a 4 éves kislány szexuális erőszak áldozata lett. Az édesapát vádolták meg, és az is felmerült, hogy az édesanyja tudott az erőszakról. A tett helyszínén azonban több férfi is tartózkodott, ezért nem tudták megállapítani, ki lehetett az elkövető. A bíróság felmentette az apát a szexuális cselekedet alól, de így is börtönbe kellett mennie kiskorú veszélyeztetése miatt, mivel nem vitték időben kórházba a gyermeket. Tavaly novemberben 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték, az anya pedig 1 év 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A fővárosi fellebbviteli főügyészség azonban most súlyosabb büntetést kért a férfira. Középmértékhez közelítő büntetés kiszabására tettek indítványt az ügyben. A családfő így kiskorú veszélyeztetése miatt akár 3 év 6 hónapot is kaphat.
Idős és beteg szomszédját rabolt, aki egy férfi egy cegléthez közeli településen. Éjszaka támadta meg áldozatát, takarót szorított a fejére, és 100 000 forintot vett el tőle. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. A vádirat szerint az elkövető és a sértett egy telken, de külön épületben lakott. Az elkövető így ismerte a 60-as évei vége felé járó sértettet, és tudta róla, hogy járókerettel közlekedik. Az elkövető azt is tudta, hogy a sértett éjszaka kabátjában alszik, amelynek zsebében tartja nyugdíját. Tavaly december elején az elkövető az éjszakai órákban először kikapcsolta az áramot a sértett lakrészében, majd behatolt oda. Ezután a zajra felriadó, de még ágyában fekvő sértett fejére húzta a takarót, hogy ne ismerje meg. A sértett ekkor próbált védekezni, de az elkövető a takarót rászorította a fejére, miközben benyúlt a kabátja zsebébe, és onnan kivett 100 000 forintot. A pénzzel az elkövető kimenekült a szobából, majd előbb saját lakásában, később az udvaron található szárítógépben rejtette azt el. A nyomozás során a pénzt a szárítógépben meg is találták, és a sértetnek visszaadták. Az ügyben a ceglédi járási ügyészség a férfi ellen a bűncselekmény elhárítására, fogyatékosságánál fogva, korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablásbüntette miatt emelt vádat. Járhatóbbá tették az öregszülői városrészben a Pesti út felőli dűlőutakat. Régóta visszatérő probléma, hogy az autók kerekei akaratlanul is kikaparják a főútra vezető részt. A Várvak munkatársai lepénykátyúzással orvosolták a problémát. A körzet önkormányzati képviselője Kónya Ágnes arról is beszél stábunknak, megoldást szeretne az elhanyagolt, gazos, gondozatlan ingatlanokra, ezért önálló indítványt nyújt be a képviselőtestület elé. Egy kisebb lejtőn kell felhajtani a Pesti útra ebből a dűlőből. Az autók kerekei kikaparják az utat, ami egy idő után egyre nagyobb gödröket eredményez. A probléma visszatérő a középúttól Budapest felé haladva az összes dűlőútnál. A Várvak Kft. Munkatársai nemrégiben ismételten lepénykátyúzással oldották meg a gondot, számolt be róla a körzet önkormányzati képviselője Kónya Ágnes. Az utaknak a járhatósága ez itt most már így viszonylag jó. Sajnos az, ami a felhajtásnál probléma, az mindig vissza is fog térni egészen addig, míg ezek a lejáratok le nem lesznek aszfaltozva, illetve normális útalappal ellátva, mert pont ott van a legnagyobb terhelésük, és pont ezt egy megerősítéssel kellene csinálni. Én nagyon szeretném, hogyha a közeljövőben, ha csak egyesével is szépen haladnánk, és akkor ezzel az autók életkorát, akik erre járnak és használják, egy kicsit meg tudnánk nyújtani. Kónya Ágnessel éppen egy gazos, elhanyagolt magánterület mellett találkoztunk. A képviselő azt mondta, szomorú látni ilyen és ehhez hasonló gondozatlan portákat, ingatlanokat. Egy kis odafigyeléssel, tenni akarással ugyanis sokkal szebb, egészségesebb és biztonságosabb környezetben élhetnénk. Nem csak arra vonatkozik, hogy esetleg mondjuk allergén, gyom vagy valami veszélyes hulladék ne legyen rajta, hanem egyáltalán esztétikai szempontból és még egyéb biztonsági szempontból is fontos lenne, ugyanis az utóbbi években többször volt tűzeset például itt kint az öregszőlőben is. Az elszáradt bokrok, gazok gyorsan lángra kapnak és a tűz tovább terjedését is felgyorsítják. Kónya Ágnes azt szeretné, ha a tulajdonosok kicsit jobban odafigyelnének, hogy rendbe tartsák az ingatlanjukat és a környékét. Ezért egy önálló indítványt fog benyújtani a képviselőtestület elé. Én azt szeretném, hogyha ezzel a rendelettel lenne egy olyan eszköz a kezünkben, amivel magát a várost is szebbé tudjuk tenni, és biztonságosabbá, és azok is rá lehetnének, kötelezhetőek lennének arra, hogy tényleg tartsák rendbe az ingatlanukat. A környezet, a házak rendben tartása nem csak most, hanem a következő generációknak való példamutatásban is nagyban hozzájárul, tette hozzá a képviselő. Sok bosszúságot okoznak a galambok a városban. Az autók szélvédői tele vannak ürülékkel, de a járdákra is piszkítanak az eredetileg rejtőzködő erdei életmódot folytató madarak. A jelenség nem csak Cegléden jelent problémát. A magyarországi településeken az utóbbi években egyre többször és egyre nagyobb létszámban találkozhatunk az örvös galambbal. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület szóvivője elmondta, ezek a galambok korábban az erdős területek egyik legnehezebben megfigyelhető madarai voltak, és csak az utóbbi 20 évben kezdtek el urbanizálódni. A szakember elmagyarázta, a lakott terület a galambok számára az úgynevezett szegély élőhely típust utánozza, amelyet az örvös galamb kifejezetten kedvel. Miután az első néhány pár beköltözik, a fiókáik már ugyanarra a
területre tértek visszakölteni. Így robbanásszerűen nő a létszámuk, és látványossá válik az evolúciós változás a faj viselkedésében. Az embert kerülő rejtőzködő madár beköltözik a városba. A szóvivő azt a tévhitet is tisztázta, hogy az ember jelet is csalja be a madarakat a lakott területekre. A galambok, a galambfélék növényevők, tehát nagyon-nagyon jól megtalálják a számítást, tehát a táplálékukat a lakott területeinken, legelésznek a gyepen, a fűben, csípegetik a leveleket, a hajtásokat, a virágrügyeket, és még a lakott területen bogyótermő fák, bokrok termését, tehát mondjuk a nyugati ostorfát is meg tudják enni. Tehát, hogyha egyetlen ember egyetlen egy gram kaját nem adna a körülöttünk élő galamboknak, az semmiféle problémát nem jelent nekik, mert hogy nincs szükségük emberi segítségre. Tehát az örvösgalamb, illetve a balkáni gerle lakott területe telepedésének semmi köze nincs, az etetik-e az őket az emberek, vagy sem. Az együttélés nem zökkenőmentes, hiszen ahol az örvösgalambok megtelepednek, ott felgyülemlik a madárürülék. A szóvivő kiemelte, a mindennapi higiénés előírások betartása mellett semmilyen veszélyt nem jelentenek a galambok. Ha mindennapi higiénés szabályokat betartom, akkor a lakott területen lévő egyetlen egy vadon élő, vagy háziát, mondjuk a parlagi galambbürüléken nem jelent semmiféle extra veszélyt. Ennél sokkal nagyobb valós egészségkockázatot jelentenek a kóborló macskák, akik ugye például belepiszkítanak a játszótér homokozójába, a kisgyerek óhatatlanul a szájába veszi, és az így a szervezetébe kerülő féregpetékből kikerülő féreglárvák a szemükben, mert Magyarországon minden évben vakulnak meg kisgyerekek a macskák miatt. Ezzel szemben madarak ilyen jellegű problémát nem okoznak. A szakember hozzátette, a galambokkal való együttélés leginkább kényelmi gondot jelent, de azt is elmondta, a galambok elriasztása szinte lehetetlen. Hozzátette, a sólyom például természetes ellensége a galambnak. Azonban a városi körülmények között a ragadozó nem tudja elejteni a préda állatokat. Orbán Zoltán arra is kitért, hogy bár az örvösgalamb Magyarországon gyéríthetőnek számít, lakott területen nem lehet őket lelőni. Ha valaki lelő egy ilyen madarat, akkor egyrészt orvadászatot fog megvalósítani, másrészt, mivel nem engedélyezett eszközt használ, ráadásul emberre veszélyes fegyvert, eszközt használ a településen, ezért még ezért is megbüntethetik, és akkor harmadik elemként még állatkínzást is megvalósít, tehát ezt semmiféleképpen nem javaslom. A szóvivő úgy összegzett, az élőlények alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz, az ember alkotta élőhelyekhez. Így az ő szavaival élve az úgynevezett galambkérdésre reális megoldás nincs. Az Orbán Zoltánnal készült teljes beszélgetést, amelyben a szakember számos érdekességre is kitér, Péntek Esti Háttér című magazinunkban tekinthetik meg. Erőemelő magyar bajnokságnak adott otthont Cegléd. A háromnapos esemény főszervezője a Belme Ceglédi Erőemelő Sportegyesület volt. A versenyzők 4 kategóriában nevezhettek. Közel 300 versenyző érkezett a hétvégén az erőemelő magyar bajnokságra a Török Iskola tornacsarnokába. A rendezvény a Belme Erőemelő Egyesület szervezésében zajlott. Az eseményt a város nevében Kónya Ágnes, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg. A versenyzőket Kőházi Ádám városi sportkoordinátor is köszöntötte. Az erőemelő szövetség elnöke Berke Lóránd a hétvégén zsűriként volt jelen, azonban maga is aktív versenyző. A következő megmérettetése a dél-afrikai fekvenyomó világbajnokság lesz. Az elnök elmondta, a magyar bajnokságon ifjúsági, junior, felnőtt és masters kategóriában várták a versenyzőket. Több mint 280 versenyző adta le a nevezését az erőemelő magyar bajnokságra. Ez a verseny kvalifikál a máltai világbajnokságra, illetve a többi erőemelő nemzetközi versenyre. Nagyon felkészültek a sportolók, a szövetségi kapitány figyeli a versenyzőket, hogy hogyan fognak szerepelni, és ebből fog összeállni a keret. Tehát nagyon nagy tétje van ennek a versenynek. 2 platformon rendezzük a sok induló miatt. Belme Péter szakosztályvezető kiemelte, szervezőként és felkészítő edzőként is számos feladat várt rá a szövetség legrangosabb eseményén. Hozzátette, a háromnapos rendezvényen szinte minden kategóriában indult versenyző az egyesületből. Magyarországon ugye az erőemelő szövetségnek ez a legnagyobb verseny ebbe az évbe, erőemelésbe, ez 3 fogásos, guggolás, fekvenyomás és felhúzás szerepel, 250 nevező van, és ugye 280, mert valaki indul ifjú juniorba, akinek engedi a korcsoportja. A mi részünkről 13 versenyző fog indulni, 6 darab lány, és akkor 7 fiú.
elméletileg. A háttérmunkát sok sportoló segítette, köztük Csaba József is, aki jelenleg agrármérnöknek tanul Gödöllön. Tavaly óta edz, és a célja, hogy 150 kilót nyomjon ki fekve. Itt edzek Cegléden, még folyamatosan. Belme Péter által kerültem bele a ceglédi lapozócsapatba. Mi a háttérmunkákkal foglalkozunk, felkészítjük a versenyzőknek a súlyokat, a villamagasságot állítjuk, és egyéb olyan dolgokat csinálunk, amit más nem vesz észre, tehát mi a háttérben dolgozunk. Az egyesület tagjai legközelebb a Balaton kupán mutathatják meg erejüket és technikai tudásukat. Sok versenyt rendeztek a Várkonyi iskolában. 65 diák jelentkezett a szellemi megmérettetésre. A gyerekek heti rendszerességgel járnak szakkörre, így készültek a versenyre. A diákok nagyon jól teljesítettek, a legjobbak arany, ezüst és bronz minősítést kaptak. Izgatottan készültek a Várkonyi iskola alsós diákjai az első sakkversenyre. Az idei tanévben vezették vissza a szakkört. A gyerekek minden szerdán Károly József Mihály vezetésével ismerkedhetnek meg a világ legnépszerűbb szellemi játékával. A sakk azonban nem csak egyszerűen játék, az egyik legjobb fejlesztő módszer a gyerekeknek. A logikus, rendszerben való gondolkodást alapozza meg. A sakkversenyre 65 alsós kisdiák jelentkezett. A megmérettetésen arany, ezüst és bronz fokozatban hirdettek eredményt. A legjobban Kocsis Miklós 4. B, Rieger Nikita 4. A, Kis Ádám 3. C és Szilágyi Martin 2. A osztályos tanulók vehették át az aranyérmen kívül a kupát is, illetve a városi versenyen ők képviselhetik a Várkonyi iskolát. Holnap kezdődik a szúnyoggyérítés Cegléden. Biológiai eljárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a környezetre és emberre is veszélytelen készítményt juttatnak a vízbe, mocsarakba, tározókba. A szúnyogok minden évben sok bosszúságot okoznak. A lárvák már most elkezdtek fejlődni a vizekben, így holnaptól elindul a szúnyogok elleni küzdelem. Biológiai gyérítést alkalmaznak, ezzel a módszerrel dolgoznak már évek óta. A munka során az állóvizekbe, így például a tavakba, mocsarakba, csatornákba engednek gyérítőszert. A cél, hogy a szúnyoglárvák ne tudjanak tovább fejlődni. A biológiai gyérítést a tervek szerint több ponton is végzik majd a városban. A kijuttatott szer csak a szúnyoglárvákra van hatással, más állatra és emberre nem jelent veszélyt. Ezzel a felhívással köszönöm meg mai figyelmüket. Adásunk folytatásában a Városnapok koncertjein készült hosszabb felvételeinket és az énekesekkel készült interjúinkat láthatják. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk. Figyelmükre, tartsanak velünk akkor is. Szép estét, jó tévézést, viszontlátásra!